A Tisza szélén volt egy halászkunyhó, lakott benne egy halász, kettecskén a feleségével, de családjuk nem volt. Egy alkalommal az öreg este lement a Tiszára, kivetette a hálót. Egyszer csak látja, jön a Tiszán valami fekete, fényes, oly szerű, mint a csilla. Megvárta, míg odaért. Hát mi volt az? Egy kis koporsó. Benne aludt egy kis csecsemő. Felvette a csónakba, bevitte a feleségéhez. Nézd, mit fogtam a Tiszában! Bizony egy szép, aranyhajú gyermek van benne, azt mondja az öreg. Nekünk úgy sincs családunk, öregek vagyunk, felneveljük, lesz majd, aki gondunkat viseli. Az öreg asszony beleegyezett. Telt az idő, a gyerek már iskolába járt. A tanítónak volt egy rossz csikója, azt mondja Jánosnak, mert így hívták a fiút. Jancsi, mondjad apádnak, vegye meg a csikót! János örömmel boldogan szaladt haza, mondja az apjának. Apám, a tanító bácsinak van egy csikója eladó, vegyük meg! Nem kell nekünk, fiam, nincs nekünk takarmányunk, hogy neveljük fel. A fiú azt mondja, majd itt a Tisza szélén ellegelész az erdőben. Úgy is lett. Egyszer csak azt mondja a csikó, ide hallgass, János! A falu szélén van egy kis ház, abban egy rossz nyereg, kérd meg a gazdáját, adja el. Ha nem adja, lopd el. A gazda oda is adta, hogy neki nincs szüksége rá. Jancsi hazavitte, rátette a lóra. A ló azt mondja, eredj Jancsi megint a falu szélére, ott van egy rossz zabla. Vedd meg, vagy lopd el. Az zablát nem adták, a János ellopta. Megint mondja a lova, János, eredj a faluba, ott van egy katonatiszt, van neki egy rozsdás kardja, kérd el tőle, vagy vedd el. A katona odaadta, és azt mondta, fényesíts ki, öcsém, légy katona. Mikor hazament, azt mondja a kis lova, édes gazdám, halász Jancsi, mondd apádnak, vegyen neked új ruhát. Az öreg azt mondja, fiam, nem bírok venni, nincs pénzem, Jancsi erőlteti, majd ő megfizeti. Apja így beleegyezett, vett neki. Azt mondja a lova, édes Jancsim, pucolt ki a szerszámot, nyerget, zablát, kardot, és tett fel a hátamra. Mondja tovább, édes Jancsi gazdám, van neked egy húgod, azt elhozzuk. Jancsi szabadkozott, hogy neki nincs húga, nem is volt. A ló azt mondja, igenis van. A másik ország szélén el van zárva, napfényt, keveset látott. Ülj a hátamra, elmegyük. Elmentek a másik ország szélére, megtalálták a lakást, ahol a lány el volt zárva. Azt mondja a ló, Jancsi, rúg meg háromszor azt az ajtót, ha nem nyílik ki. A karddal vágj háromszor rá, ha nem nyílik ki. Nézd szét, látsz-e valamit? Ha látsz, ugorj a hátamra. Látok egy üreg azt, hogy... Azzal a ló nekifutamodok, mint a gondolat úgy repül. Mire a Tisza szélére értek, az öreg asszony piszkafán, kezében seprővel ott emett a hátuk mögött. Mire a ló átugrott a Tiszát, az öreg asszony akkor átvágott a Tiszára, hogy a víz két felé nyílt. Utána kiáltott, az a szerencsét, hogy átugrottál. Az öreg asszony visszament, a ló azt mondja Jancsinak, édes gazdám, halász Jancsi, holnap megint elmegyünk, de nagyon vigyázz. Elmentek másnap, ugyanoda, megrúgta János az ajtót, majd akkor átvágott a karddal, hogy kinyílt,
és a lány karját úgy megfogta, hogy a blúza elszakadt. Így nem bírta kirántani, az öreg asszony piszkapán és kezében seprűvel jön feléjük, azt mondja János a lovának, jön az öreg asszony! Akkor a ló szélvi sebességgel hazafelé futamodik, mire a Tisza partjára ér, átugrik a Tiszán, az öreg asszony csap a seprűvel a lófarát éri, de szerencsére átugrott a vénasszony utánuk kiabált, ha még egyszer elgyesz, ha fogad itt hagyod! A ló másnap azt mondja Jancsinak, édes János, máma nem megyünk, majd holnap. Most kipihenjük magunkat. Aztán még azt mondja, édes kis gazdám, apád kertjében van egy fa, azon három alma. Azt a három almát leveszed, zsebre teszed, és ha odaérünk, egyet az ajtó felsejéhez, másikat az alsó fához, a harmadikat az ajtó közepéhez, úgy vágd oda, hogy szétmenjen. Jancsi úgy is tett, mikor odaérnek, odavágja az almát az ajtó felsejéhez, közepéhez, aljához, szétment az ajtó. Az ajtóban megjelent Ilonka, Jancsi kivezette, mikor kiért, szétnézett, látta az öreg asszony, piszkafán ült, söprű a kezében, mondja a lovának, jaj, lovam, jön az öreg asszony, piszkafán, söprűben. Akkor mindjárt felültek a lóra, az öreg asszony jön nagy zörömböléssel, fele útjára sem érnek, a ló mondja Jánosnak, édes Jancsikám, nézz hátra, mert nagyon ég a farom. Visszanéz Jancsi, hát egy nagy portfelleg ott van nyomukva. A ló repül, mikor a Tisza széléhez értek, 27 táltos kísért az öreg asszony. A ló nekiugrott, átugrott a Tiszát. Az öreg asszony is a 27 táltos után ugrott, de a Tiszába estek, és belefulladtak. Ma is benne vannak, aki nem húzták őket. Így aztán Jancsi a testvérkéjét kimentett a rabságból. Élnek még máma is, ha meg nem haltak.